A bőrbetegségek kialakulása kellő figyelemmel megelőzhető. Nagyon fontos beszélnünk az anyajegyekről is. Hányfélét ismerünk? Szövettani értelemben véve nagyon sokféle van. Hétköznapi megközelítés szempontjából azt gondolom, hogy elsősorban legfontosabb a festékes anyajegyekről beszélnünk, mert ez mindenki számára egyértelmű. A legveszélyesebb bőrrák, azaz a melanoma, a festéktermelő sejtekből, vagyis a festékes anyajegyekből indul ki az esetek 99%-ában körülbelül. Hogyan alakul ki? Mi váltja ki? Hogy abból rossz indulatú lesz. Sokféle tényező együtthatása szükséges, természetesen adott az illető egyének a genetikai predispozíciója arra, hogy ő neki valamilyen fajta daganatos betegség kialakulhasson, történetesen elsősorban a melanoma, de hogyha ezt még pluszban környezeti hatások negatív értelemben befolyásolják, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy ebből a festékes anyajegyből, ami eredendően jó indulatúnak tűnik, mégis változások történjenek és elmenjen egy rossz indulatú irányba. Az egyik ilyen az a fénykárosodás, ami nem egy tavalyi napégésből származik természetesen, hanem amit az élet során az ember elszenved úgymond a bőre révén. Ezek közül a napégés az, ami a leginkább provokáló tényező lehet a melanoma kialakulása szempontjából. Tehát ha valaki úgy napozik, hogy nem ég meg közben, mert megfelelő fényvédelmet biztosít a saját maga számára, akkor őnek is sokkal kisebb esélye van arra, hogy melanómája legyen. A másik az az úgynevezett krónikus irritáció, amikor egy anyajegy olyan helyen van, hogy azt a ruhanemű vagy valamilyen rendszeresen végzett tevékenység miatt folyamatosan mechanikai sérülésnek van kitéve. Rendszeres anyajegy szűrést azt mindenkinek javaslom, mert hogyha ideje korán felfedezünk egy anyajegyet, ami remélhetőleg nem melanoma még csak, nagyon gyanús, hogy abba az irányba indultak el benne változások, és az időben kimetszésre kerül, akkor egy nagyon egyszerű ambuláns műtéttel valójában meg lehet menekülni attól, hogy a későbbiekben egy nagyon súlyos, gyors lefolyású megbetegedése legyen az embernek. Hogy lehet otthon a legegyszerűbben ellenőrizni az anyajegyeket? Nagyon egyszerű szabály van erre, ABCD szabály, ez az angol elnevezésekből adódik, de valójában magyarra is könnyen át tudjuk fordítani. Az A, mint aszimmetria, tehát hogyha egy kerekdett, szabályos anyajegyünk van, akkor az békésnek mondható, szabad szemmel való megtekintés alapján, hogyha egy nagyon szabálytalan, alakú, aszimmetrikus anyajegyünk van, akkor arra jobban oda kell figyelni. A B, az az angol border elnevezésből ered, a határa. Tehát, hogyha van egy szabályos kereknek tűnő anyajegyünk, aminek szép, egyenes határa van, akkor ez egy békésebb anyajegy, mint hogyha egy nagyon szeldelt, szabálytalan szélű anyajeggyel volna dolgunk. A C, az a color, tehát a szín. Ha egy egyenletes festényzettségű anyajegyünk van, akkor az sokkal kevésbé számít rizikósnak, mint hogyha nagyon zegzugos, rendezetlen, szabálytalan szerkezetű anyajegy lenne. Különös tekintettel például az úgynevezett tükörtojás anyajegyre, aminek a közepén van egy sötétebb csomó, és körülötte egy viszonylag világosabb festényzettségű terület. A D, mint diaméter, tehát átmérő, az az általános szabályt jelenti, hogy egy 5 mm-nél nagyobb átmérőjű anyajegy potenciálisan rizikósabb a melanoma kialakulása szempontjából, mint egy kisebb. Ezeket a szempontokat rendszeresen figyelembe vesszük, és akár egy meglévő anyajegyen, ezek alapján, a paraméterek alapján bármifajta változást észlelünk, akkor érdemes soron kívül elmenni a szakorvoshoz és kérni egy anyajegyszűrést, biztosítva magunkat afelől, hogy ez nem egy komolyabb változást jelent esetleg az anyajegy életében. Testünk bőrének megfelelő állapotát a mozgáson túl krémek és olajok használatával érhetjük el. Férfiakra és nőkre is egyaránt jó hatással van a testápolás. Nézzük, mit ajánl a szakember. Jellemző általában, hogy az embereknek vízhiányos a bőrük, és ez nyáron is így van, de ahogy beköszönt a tél, illetve a hűvösebb idő, ez még fokozottabban jelentkezik. A fokozott bőrszárazság, ami elsősorban jellemző, megfelelő minőségű növényi olajokkal és hidratáló krémekkel egyaránt előre lehet mozdítani a bőr minőségének a javítását. A hidratáló hatású krémek pótolják a
bőr elveszített víztartalmát, és rendszeres használatukkal teljesen megőrizhető a bőr hidratált állapota. A masszírozás gyakorlatilag kortól és nemtől függetlenül bárkinek ajánlott, évszaktól függetlenül is természetesen. A téli időszakban talán észlelhető, hogy feszesebbek az izmok. Ez általában október közepétől, végétől elég jelentősen érezhető. Ez elsősorban a kinti levegő lehűlésének az oka. Az öltözék nagy mértékben befolyásolja a bőr szellőzését. Télen és nyáron is nagyon fontos a hidratáló krémek használata különböző okok miatt. Ugye nyáron pont a meleg okozza ezt, illetőleg mondjuk a napfény, és a napsütés során ugye kiszárad az embernek a bőre. A téli időszakban viszont a hőmérsékletingadozások hatására az ember bőre még inkább kiszárad. Testápoló krémeknél is fontos a jó felszívódás. Masszírozás során a masszőr ezeket az olajokat, krémeket a bőr mélyebb rétegeibe is jobban be tudja jutatni. A rendszeres masszírozás általában hetente, két hetente nagyon-nagyon jót tesz. Vannak olyan esetek és olyan helyzetek, amikor a masszírozás nem ajánlott. Ilyenek a lázas állapotok, gyulladásos állapotok, rákos betegségek, illetőleg mondjuk a bőrbetegségek ilyenek még, amikor mondjuk a fertőzött területen hát nem jó és nem ajánlott masszást végezni, hiszen így a fertőzést csak fokozzuk, tulajdonképpen tovább visszük más mélyebb, illetőleg mélyebb területekre, illetőleg nagyobb területre a bőrön. Minden bőrápolásnál az elsődleges, legfontosabb szempont a bevitt táplálék és a bevitt folyadék. Az mindent meghatároz, hogy a bőrünk milyen állapotban van, milyen állapotban lesz. Természetesen vannak bizonyos táplálékok, mint a zsíros, fűszeres ételek, nyilvánvalóan, hogy erről mindenkit le fogunk beszélni, mert ez nem tesz jót. Ha valaki nagyon zsírosan táplálkozik, a bőre is zsírossá válik. Ha nagyon száraz a táplálkozása, akkor a bőre is túlságosan száraz lesz, illetőleg, hogyha nagyon, hát a száraz táplálkozás alatt nyilvánvalóan a víz hiányt, a folyadék hiányt értem. És azért itt azt is hozzá kell tenni, hogy a bevitt folyadékmennyiség az leginkább a vizet jelenti, vagy maximum egy teját. Abban a pillanatban, ahogy a levest is beleszámítják, vagy a kávét, vagy bármilyen más jellegű folyadékot, az azt jelenti, hogy az már a szervezetnek leginkább táplálék. Nagyon fontos a napi, durván 2 liter bevitt folyadék. Ez sem jó természetesen. Van, aki napi 4-5 litert iszik, és azt hiszi, hogy ezzel nagyon jó tesz, az sem jó. 2 liter az, ami az általános és javasolt bevitt folyadékmennyiség. A bőrápolásnál az elsődleges szempont, hogy ne rögtön a krémekhez nyúljunk. Természetesen nagyon fontos a krémeknek a használata, de hozzá kell tenni, hogyha ugye minden bőr probléma, legyen az az ekcéma, legyen pattanás, vagy bármit itt felsorolhatnánk, az mindig egy belső rendezetlenségnek a külső megnyilvánulása. Tehát mindaddig, ameddig én belülről nem teszem magamat rendbe, addig bármilyen csodakrémet használhatok, nem fog a dolog működni, ezt én garantálom. Először is bent kell egy nagyon alapos tisztítást csinálni, egy nagyon alapos méregtelenítést. Természetesen a méregtelenítés időszakában azzal számolni kell, hogy ezek a felerősödnek, ezek a látszólagos bőr problémák, de hát ez természetesen el fog múlni. És amikor már méregtelenítettem a szervezetemet, akkor lehet hozzányúlni a különböző krémekhez. Természetesen itt is azt javasolnám, hogy olyan krémekhez nyúljunk, amiben minél kevesebb tartósító anyag szerepel. A méregtelenítésnek sokféle válfaja van. Én, amit ebből kiemelnék leginkább, az elsődlegesen a talpmasszírozás, mint mindennek az alapja. A talpmasszírozás mellett van még 2 nagyon ajánlott forma, az egyik a mágneses biorezonancia használata, a másik pedig a hullámterápia. Mind a kettő, leginkább ebből a hullámterápiát emelném ki, mint a nyirokpályáknak a legjobb tisztító rendszerét, és ugye ezen alapszik a dolog, hogy a nyirokutakat, nyirokpályákat tisztítsuk ki megfelelően. A másik, a biorezonanciás kezelés, az pedig gyakorlatilag egy részben a méregtelenítés, más részben magát a kezelést is jelenti, tehát a bőrnek a kezelését, azt már a mágneses biorezonanciával
szoktuk végezni. Minden szervnek van egyfajta rezgése. Ezt a rezgést megfelelő frekvenciával kell tudni biztosítani, hogyha ez a frekvencia alul dolgozik, vagy éppen felül dolgozik, akkor nyilvánvalóan megbomlik az egység, és abban a pillanatban előbb-utóbb betegség várható. Ezt a frekvenciát, ugye minden szervnek van egy adott optimális frekvenciája, amivel működik, ezt a frekvenciát állítja be a mágneses biorezonancia, és itt gyakorlatilag nem a biorezonancia az, ami gyógyít, hanem itt a szervezetnek az öngyógyító képessége az, ami számottevő. Maga a kezelés az természetesen nem érezhető különösebben, annyi igen, hogy rendkívüli stresszoldó hatása van, tehát nagyon sokan el szoktak aludni a kezelés alatt. A hullámterápia az egy nyirokmasszázshoz hasonlítható kezelés, olyan, mint a drenázsmasszázs, a nyirokmasszázs, és ez gyakorlatilag úgy láb szárakon, mint a két karon, illetőleg a derék has részen történhet, vagyis az itt áramló nyirokpályákat tisztítja, és természetesen ezáltal a vér is letisztul. Ezek mellett, a kezelések mellett nagyon fontosnak találnám a gyógytermékeknek a használatát, tehát a gyógyteja méregtelenítő hatását, úgy összeválogatni a gyógytejákat, hogy az ténylegesen méregtelenítsen is, és nagyon jó hatásfokkal működik a mustármagnak a használata, amit 3 hónapon keresztül kell minden reggel szétrágás nélkül egy kanállal lenyelni, nagyon erős méregtelenítő hatása van, tehát gyakorlatilag először látványaiban nem lesz biztos megnyugtató, mert felerősödnek a különböző bőrproblémák, de utána ez teljes mértékben lenyugszik, és nagyon látványos lesz a mustármagnak a hatása. Remélem, bőr problémákkal foglalkozó adásunk adott néhány hasznos információt önöknek. Jövő héten újra találkozunk. Egészségükre!